80 éves kutyára volt, a vállalkozók a versenyt. Én nemes kérdés vagyok, tudod, hogy szívülisztős iskola tanára és a kultúrus kéti tagja. Külön köszöntöm a megjelentek között dr. Lányi Cecíliát, Lányi Ferenc unokáját. Majd a tévedés is, hogy ez még megint
84 évesen az egyház községében eltelt, 44 év szolgálatok után a múlt júliában. 2006-ban Szádoz Kikárai Pélemesükre vett el a templom és az egyház községében. 2009-ben a vezetésében megújult egyház tanács a templom külső és belső részén is megszaporodott alkozó jelenségek vizsgálata alapján a templom felújítását határozta. A felújítás nagyjának lehetőségével visszatekintve hirtetlennek tűnik, hogy sikerült elvégezni a tendőhéjazat cseréjét, a vas, a torony vas esélyének felújítását, külső és belső torzsamentesítését, a toronyból rendelének kiépítését és beüzemelését, a mennyezetet tartó fa héjazat statikai megerősítését, a világállító rendszerek korszerűsítését, a korszerű belső világítás és hangtechnika kiépítését, a sérült szkafító mennyezet és a falak restaurálását, az otthonak sícselény korszerűsítését, a mindkét harangot működtető korszerű harangozóművet, a főkörüli szentély csúcsára a háborús kérdéséből megújított csúcs is visz és visszatér. Az egyházközség működésének szimbóluma, itt szimbóluma is a templom, nem csak egy ház, hanem az a hely, ahol megismerhetőek az isteni normák, parancsok, melyek iránytanak az élet mindennapos házatja, ahová az egyes módok között elvonulhatunk, ahol leginkább szólíthatunk egymással és Isten segítségével. Megérhetjük Jézus szavainak igazságát. Ha a ketten közületek valamiben egyetértenek a Földön, és úgy kérik, megkapják mennyi atyánkból. Ahogyan is ketten, vagy hárman összegyűlnek nevemben, ott vagyok között. Ugyanakkor jó olyan a értelmezésével is egyetértünk. Kérjetek bármit az Úr Istentől, megadja azt. De helyettetek, nem tesznek semmit. Ezt tükrözi a templom és az egyházközi működések élete, amely nagyon sok testvérünk segíti munkájának az eredménye. Ezúton is köszönöm az ő fáradozásokat és mindazokért, akik a közös ünnepségünk fényét az előadásokról is tennek. Megkérem dr. Lányi Zetőre, hogy a templom felültelében található Lányi Ferenc emléktáblát helyezzük a család, thank you.
Thank you.
ahol szeretett és egyetért is, ott van az Isten. Hát itt egyetértés van arról, hogy gyönyörű szép volt ez a mai koncept, méltó élet szívéhez. Azt mondjuk, hogy itt áll, és a szeretet lángoló tűzhelye, és valakit szerető lehet félig menni gyilvánában, de tüzes lélekkel egészítve, ezt Jézustól tanuljuk meg. A szeretet lángoló tűzhelye, aki lángoló vagy a szeretetünkkel. Szeretet, Deus Caritas, Isten maga szeretet, mondja János apostol, hiszen szeretetünk az már Istenben él, Isten ő benne. Testvérek, gyönyörű szív, ennek az ünnepnek a gondolata. Velengessük föl szívünket, szeretet lángoló tűzhelyénél, Jézus szívénél, és hálással megköszönjük a gyönyörű koncertet. Én mindig azt szoktam, hogy nem szeretem azt szoktam, hogy zene, hogy jelentenek, muzsika. Azt sem szebb kifejezni. Nagyon gyönyörű muzsika volt, hogy elhallgattuk volna akár menni. Remélem, hogy nem minden 80 évben lesz ilyen, hanem lesz alkalom már, hogy akkor szeretettel fogadjuk. Tudom, hogy rettentő sok próba, meg felkészülés, de gyönyörű volt az egész. Végkirály csattanónak, akiről Szent Tamásnak a gyönyörű himnusza. Eladó megdöbbentő volt számunkra, és még egyszer azt mondom, hogy Jóisten áldja meg mindazokat, akik közelítődtek. Adjunk szívünkben szeretetet, mert Kantáriának szeretett dolga az éneklés, mondja Szent Pál apostol. Valóban megköszönjük ezt a szép szöveget. Kint is melegünk van, de a szívünk is fölmelegedett ennél a szép muzsikánál. Isten áldja meg mindazokat,